Vizsgálódik az uniós csalás ellenes hivatal az Országos Roma Önkormányzat Híd a munkavilágába című programja kapcsán, pedig végül nem is az EU által számlát, annyira gyanús volt az egész. Hadházi Ákos LMP és antikorrupciós szóvivő a vendégünk, ahogy ezt az előbb már említettem, jó reggelt kívánok! Hogyha nem az Unió fizette végül ezt a programot, azért, mert a minisztérium már be sem merte nyújtani a számlákat, mert addigra annyi volt a felkiáltójel a programmal kapcsolatban, akkor milyen alapon vizsgálódik az aláfon? Mit tud, vagy mit gondol erről? Igen, az újságírók nekem is feltették. Egyrészt szerintem ettől függetlenül nagyon tanulságos, ez akkor is egy Európai Uniós projekt volt, és hogyha ezt nem vettük volna észre, hogyha én nem nézem meg a közbeszerzési értesítőben azt, hogy ezeket a gépkocsikat, a dominózus gépkocsikat hogyan és miért költötték, vagy miért vásárolták, vagy miért bérelték, ugye 500 000 forintra havonta, akkor ebből ez simán kifizették volna. Ez csak az egyik anomália volt. Ez csak az egyik anomália, ráadásul amiről most szó van, az az, hogy a kormány a roma önkormányzattól visszakérte a 1,6 milliárd forintot, kérdés majd, hogy ezt hogyan fogják visszafizetni. Ez mindjárt nagyon érdekes, csak azt tudni kell, hogy nem csak ők költöttek, a Tűr István Kutató Központ, amit most egyébként beszántanak, megszüntetnek, hogy nyilván, hogy a nyomokat eltüntessék, ő is elköltött 300 millió forintot egészen érdekes tanfolyamokra, és a Nemzetgazdasági Minisztérium is a Híd a munka világában program keretében 1 milliárd forintot elköltött egészen érthetetlen módon. Nem és ezeket sem az uniónak számlázták végül ki? Én úgy tudom, hogy ezeket viszont kiszámlázták, nagyon ellentmondásosak az információk. Nagyon érdekes kérdés, hogy ugye azt mondja a kormány, hogy ő visszakér 1,6 milliárd forintot a roma önkormányzattól, és nem lesz itten semmi probléma. Ez ugye két dolog miatt nagyon érdekes felvetés. Egyrészt az, hogyha ő visszakéri a roma önkormányzattól, akkor attól az a pénz ugyanúgy fog hiányozni, csak nem a kormánynál, hanem a roma önkormányzatnál. Ennek nyilvánvalóan egy célja van, hogy a büntető jogi megítélést ugye eltolja magától a kormány, hiszen hogyha a kormánynál hiányzik ez az 1,6 milliárd forint, akkor ők úgy gondolják, akkor ők is részesek ebben. Hogyha a roma önkormányzatnál hiányzik ez az 1,6 milliárd forint, akkor majd azt gondolják, hogy majd csak a roma önkormányzat, és hát nyilván Farkas Flórián a részesebben. Tehát ön szerint gyakorlatilag személyesen Farkas Flóriántól kellene visszaszedni 1,6 milliárd forintot, akinek feltehetően ennyi pénze nincs. Azt hiszem, hogy ahhoz, hogy itt igazságot szolgáltasson. Igen, tehát hogy ott nem csak politikai felelősségről van szó a részéről, hanem bűnügyi felelősségről, ez én részemről egészen egyértelműnek látszik, mivel azokat a szerződéseket, amiket itt vizsgáltak, azoknak a 90%-át ő írta alá, a szerződéseket is, a közbeszerzéseket is, a kifizetési igazolásokat is, amiket pedig nem ő, az pedig az ő általa megbízott hivatalvezető. Tehát én nem értem egyébként, hogy még miért nincsen a NAV részéről, a nyomozók részéről gyanúsított. Régebb óta vizsgálódnak, mint a Questor ügyben, pedig ez annál jóval-jóval egyszerűbb történet, de még nincs gyanúsított. Illetve tulajdonképpen értem, azért nincsen gyanúsított, mert Farkas Lóriánnak valószínűleg kiadták, hogy próbálja ő is eltüntetni a nyomokat, próbálja akkor onnan visszaszerezni a pénzt, és nagyon félek tőle, hogy 1,6 milliárd forintot a roma önkormányzat úgy tud csak visszafizetni, mert a roma önkormányzatnak évente 3-400 millió forint állami támogatása van, és neki egy év alatt 1,6 milliárd forintot vissza kéne fizetni, és sok olyan információ van, hogy ezt úgy próbálják megoldani, hogy a következő Európai Uniós projektekből, amik ott vannak megint milliárdos projektek, megint nagyon szép nevük van, útravaló ösztöndíj program, meg védőháló a családokért program, ezekből fogják majd visszafizetni. A védőháló a családokért program, ezt egy héttel a pályázatok lezárása előtt megváltoztatták teljesen a kiírást, és vannak olyan információk, hogy itt megint már cégek járnak civil szervezeteknél, és ezek a cégek azt mondják, hogy elintézem, hogy nyerjen 40 millió forintot, csak majd 8 millió forintot adjál nekem vissza, mert majd én fogok neked tanácsot. 8 milliónként összeszedni ezt az 1,6 milliárdot elég nehéz azért, lehet. Azért egy több milliárdos, azért azt meg lehet csinálni. Tehát több milliárdos programon meg lehet, meg nem is biztos, hogy 8 millióért, mert hogyha van egy mondjuk egy roma szervezet, amelyik 40 milliót nyer, azért azok
szempontból össze lehet adni. De akkor ez nem bukna meg megint egy alapvizsgálaton? De csak az már nem érdekli, az már ugye, aki időt nyer, életet nyer, tehát azok évek múlva buknak majd ki. Vannak ilyen tanodák, léteztek tanodák, amiknek egy része, amiket arról szóltak, hogy roma gyerekek járnak napközibe, és ott tanítják őket pluszban, ami nem egy rossz kezdeményezés, és van ezek közül olyan, amelyik működik. De van olyan ezek között, amelyik kisen nyitott, és szörnyű történeteket hallok, ezek jönnek vissza. Újra meghirdették ezeket a tanodákat, és nagyon úgy tűnik, nagyon sokan panaszkodtak, akik eddig valóban csinálták, és nagyon áldozatos munkával csinálták ezeket az oktatásokat, azokat ilyen egészen nevetséges formai okokból elutasítottak. Viszont olyan tanodák, akik pedig eddig nem is hallottak róla, azok meg nyertek. 60 ilyen tanoda van, hogyha ezt a 60-at felszorzom a 30 millióval, amit ezek a tanodák kaphattak, akkor tulajdonképpen ki is jön az 1,6 milliárd forint. Tehát ezeket nagyon fogjuk vizsgálni, csak az lehet ebben a taktika, hogy az már pár év múlva lesz. Azt majd, amíg az kiderül, az pár év múlva. Most meg ugye időt kell nyerni. Másból nem tudják visszafizetni, nincs másból más lehetőség visszafizetni. Az Európai Csalásellenes Hivatal legutolsó ismert lépése ebben az ügyben, hogy meghallgatták a Farkas Flórián után az elnöki széket betöltő Hegedűs Istvánt, aki azt nyilatkozta, hogy nagyon örült, hogy elmondhatta a maga történetét az Olafnak. És hát ő a maga részéről teljesen ártatlannak mondja, gondolja magát, hiszen mindent még az ő érkezése előtt elrendeztek állítása szerint. Az ön szemében ez hiteles? Abszolút. Én azt gondolom, hogy Hegedűs István egy rendkívül pozitív szereplő, majd hogyha egyszer évek múlva erre visszanézünk erre a történetre, akkor őt egészen pozitívan kell értékelni. Nem hiszem, hogy kiderültek volna ezek a dolgok, hogyha ő nem áll ennek a vizsgálatnak az élére. Tehát amikor én ezt bejelentettem és följelentettem ezt az ügyet, akkor az EMI csinált egy kétnapos kivizsgálást, és az EMI azt mondta, hogy ott nem történt semmi. És utána ugye a NAV nyomozók pedig leállították a nyomozást, mert azt mondták, hogy hát ők megkérdezték az EMI-t, és nem történt semmi. Az EMI meg egyébként azt mondta, hogy ő azért nem gondolja, hogy valami történt, mert a NAV nyomozók leállították a nyomozást. Tehát ez így indult. Viszont Hegedűs István beleállt, tehát a roma önkormányzat részéről beleállt ennek a vizsgálatába, illetve felállt egy alternatív vizsgálóbizottság. Azt hiszem a 45 emberből 10 ember kezdte ezt vizsgálni, ezeket a dolgokat, és ez egy hatalmas elismerésem a roma önkormányzatnak, hogy a parlament részéről, a Fidesz frakcióból lenne csak 10 olyan ember, aki itt ezt a rengeteg közbeszerzés, rengeteg Európai Uniós csalást elkezdi egy parlamentben vizsgálni, akkor teljesen máshol állna az ország. Tehát én ezért vagyok egyébként optimista, hogy a romáknál volt ilyen. Tehát ő azt mondja, hogy nem az történt, hogy világossá vált a szervezetben dolgozók számára, hogy ez a bili ki fog borulni, és még időben a jó oldalra kell állni, hanem tulajdonképpen megúszhatták volna az egészet, de pusztán az etika meg az igazságérzet által hajtva, Hegedűs István gyakorlatilag magára gyújtotta a házat azáltal, hogy segítette ezt a vizsgálatot, hogy kiderüljön az igazság. Ezt egyértelműen ezt kell mondani, mert így is volt. Én ugye tavaly januárban kezdtem ezt felgöngyölíteni, ezt az ügyet. Márciusban gyakorlatilag Farkas Lórián szétküldött egy körlevelet, amelyikben azt mondta, hogy minden rendben van, minden elintőződött, a minisztérium nem talált semmit, a NAV-nyomozók mindent lezártak. Ez nem történt volna. Ezt maradhattak volna ebben a roma önkormányzati képviselők, viszont ők ezt elkezdték belülről is nézni, és ennek meg lesz az eredménye. Én meggyőződésem, hogy Farkas Lórián lesz az első olyan politikus, fideszes politikus, aki börtönbe fog menni. Nem történhet máshogy. Miért nem történhet máshogy? Ugye az Olaf vizsgálata, ha jól tudom, akkor bármit is állapít meg, annak kötelező érvénye, büntetőjogi következménye Magyarországon nem feltétlenül van. Az Olaf vizsgálattól azért a magyar igazságügyi szerveknek kell tartani. Az Olaf tulajdonképpen, ezt nagyon fontos tudni, az Olaf nem ügyeket vizsgál, az Olaf azt vizsgálja, hogy a magyar igazságszolgáltatása fölmerült egy gyanú, akkor a magyar igazságszolgáltatás megtette azt, amit azokat a vizsgálatokat kell. Na most ebben az ügyben annyira egyértelmű pénzlopás történt, ugye a magyar kormány elismerte. Tehát az EMI visszakéri ezeket a pénzeket, el se merte küldeni a roma önkormányzat számláit ugye Brüsszelbe. Na most ennek kell, hogy felelőse legyen. Ezek a pénzek eltűntek, hiába a kormánynál megjelennek, de a roma önkormányzatnál ezek hiányoznak, és hiányozni fognak majd a következő uniós pénzekből is. Akkor miért tűnik Farkas Lórián egyelőre ennyire érinthetetlennek? Akkor miért nem állt ki senki és mondta azt, hogy hát igen, ez gyanús, azért vizsgáljuk? Van
van egy már a Fidesz részéről nem árt ki senki. Ugye mi többször kérdeztük a miniszterelnököt, a miniszterelnök azt válaszolta, hogy minél többször kérdezzük, annál erősebb lesz, mert ő aztán nekünk a mi kérésünkre nem fogja leváltani. Ugye a miniszterelnök még mindig ad neki havonta 1 millió forintot fizetést, mert ő a roma ügyi biztos. Van a Fideszben egy doktrína, most már ez egész egyértelműen látszik, az, hogyha valaki úgymond befogja a száját, és nem beszél, és nem szól semmit ő ellenük, akkor teljesen mindegy, hogy mit csinál, akkor megmaradhat. Farkas Flórián ennek a jó példája, azonban azért az az információm, hogy az a miniszterelnök úgy szokta ezt mondani, hogy amíg nem történik meg ugye a kikérése a mentelmi jogának, addig védik őt. Ez előbb-utóbb muszáj, hogy megtegyék, mert az összes szerződésen én megkaptam, nekem ott voltak. Tehát ezek az autószerződések, az összes egészen nevetséges és vicces és szabálytalan szerződésnek, ugye ő aláírása van ott, tehát itt olyan nagyon, hogy az ismeretlen tettes ellen történne, én ezt nem hiszem. Tehát egészen biztos benne, hogy Farkas Flórián előbb-utóbb bilincsben benne. Ebben 100%-ig biztos vagy benne. Köszönöm szépen, hogy elmondta a véleményét. Most következik a híradó, utána térjenek vissza hozzánk, fogunk többek között beszélni arról is, hogy mi történt az isztambuli repülőtéren.